Sziasztok! Csekkeljátok le most a shopomat a különleges PG-t és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Sziasztok, sráckindra vagyunk, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ez a videó nagyon-nagyon különleges lesz, mivel együtt tart velem a barátnőm. Szia, hello! Szóval, ja, amúgy a mostanában eléggé gyakran látjátok a barátnőmet a videóimban, szóval, ja, írjátok le a kommentbe, hogyha tetszik, vagy bármi, de most egy nagyon-nagyon különleges dolgot fogunk csinálni, ugyanis meg fogjuk prankelni az anyukámat, hogy terhes a barátnőm. Jó, Istenem, annyira nagyon ki lesz akadva, Jézusom! Úristen, nagyon-nagyon durva lesz. Szóval srácok, hogyha fel vagytok készülve, akkor dobjatok egy lájkot, és kezdődjön is szerintem a videó. Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúgy megéri bekövetni. Szeretnél király és hasznos PGT-es termékeket venni, akkor a leírás legfelsőjába kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatás. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van, nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Itt van a telefonod? Ja, várjátok már, elsősorban elmegyünk a boltba, gyerek is, akkor addig legalább sétálunk egyet. Na, elmegyünk a boltba venni egy kamu terhességi tesztet, ami ez a videó alapból úgy jött létre, hogy a barátnőm igazából boltba volt, és látott egy ilyen fake kamu terhességi tesztet, és hogy akkor igazából ezt meg is vehetnénk, és kb. Ki is próbálhatnánk, vagy valami. Szóval, ja, merre van, hol lehet ez? Ott van? Ott van? Jó, oké, és jól van, oké, tréfa terhességi teszt. Ez nagyon király lesz. Na jó, akkor megyünk is szépen meg. A pénztárcámat otthon hagytam, nem hoztad el véletlen? Ugye, elhoztad? Jó, ha, oké. Jól van, király, oké, akkor hol van a árus, akitől meg kéne venni? Vagy menjetek, kifizetem. Mi az? Menjetek ki, jó, oké, és akkor addig megyünk szépen haza. Jó van, oké, na jó van, akkor gyorsan mi szépen megyünk addig haza, és bizony fel fogjuk hívni anyumat, hogy megprankeljük. Hú, ez az, nagyon király lesz. Na jó van, gyere szépen közben, meg kis három arany volt. Jó van, oké, király. Na, közben kist megetettük, meg minden királyság. Jó, és szerintem akkor üljünk le, vagy valami, és vágjunk is bele a poénkodásba. Hú, Istenem, nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert egyszerűen nem fogom tudni, mit fog képzelni. Le fogja szedni a fejemet. Hú, na jó van, kezdhetjük? Kezdhetjük, készen állsz? Jól van. Hú, akkor hívjad fel, vagy nem tudom, nálad van a telefonod? Nálad van a telefonod, jó, oké, itt van az enyém is, jó van, király. Na. Na jó van, akkor hívod, és akkor hú, kezdjünk el valamit csinálni, beszélgetni. Szinte remegek, srácok, nagyon-nagyon kész vagyok. Soha nem prankeltem még egy izé, szia anyuka. Jaj, hello, szia anya, hello, szia, mi a helyzet, mi zuhan? Meg vagyok ti, mi is meg vagyunk teljesen, figyelj, tudunk egy kicsit beszélni? Van egy kis probléma, ami igazából nemrég támadt, meg ilyenek, szóval, ja, arról van szó, természetesen mi lenne az? Hú, az a problémánk, hogy tudod, igazából a barátnőm egy ideje rosszul érzi magát, meg minden, és nem tudtuk, hogy mi lehet a problémája, meg ilyenek, és hát beteg? Hát nem, olyasmi, nem. Hanem igazából annyi a lényeg, hogy nem éppen, igen, szóval nemrég voltunk, és elment igazából venni egy terhességi tesztet, és az a lényeg, hogy pozitív lett. Tehát, ja, sajnos ez a rossz hírünk, igen, micsoda. Vagy hát igazából nem rossz hír, igazából egyáltalán nem rossz hír, micsoda, hát igen. Azonnal megyek, anya, nem kell jönni, meg semmi, lerakta, nem már, ide fog jönni, ne, ez nagyon-nagyon rosszul fog elsülni, ne, azt nem gondoltam volna, hogy egyből ide fog jönni. Istenem, most meghalunk, nem tudom, mi fog történni, de nagyon gáz, ha én bebújok ide, vagy nem tudom. Ezt nem így kellett volna, ezt nagyon-nagyon-nagyon nem így kellett volna. Mit csináljunk, hol vagy? Hol mentél? Itt vagy, ja, elbújtál. Na jó van,
Figyelj, várjuk meg, és megbeszéljük vele, jó? Figyelj, folytassuk a pranket, jó? Folytassuk a pranket, valahogy hitessük még elvenni, meg nagyon kíváncsi vagyok egyetlen, mit fog rá elvenni, mert... Figyelj, egyből lerakta a telefont. Hát egyből lerakta a telefont, így most annyira nehéz amúgy így az egészet csinálni, érted? Tehát na, kíváncsi vagyok azért a reakcióra még minden, szóval... Én azt mondom, hogy várjuk meg, és akkor, amikor ideér, akkor majd szólunk, srácok. Kíváncsi, nem látom még, nem látom sehol, nagyon remélem, hogy nem is fogom látni. Remélem, hogy csak viccelt, és tényleg nem jön. Ne. Ne! Ne! Jajajaj! Ide be! Ide be! Ide be! Nem vagyok itt! Nem vagyok itthon! Nem vagyok itthon! Akkor most mi van? Nem vagyok itt! Ne! 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 Fiam! Hello! Szia! Mesélj! Semmi különös, meg vagyok, meg minden oké. Okay. Esetleg tetszik ez a videó, amit most pillanatilag nézel, és nem akarsz lemaradni a további videókról sem, akkor mindenféleképpen nyomj egy lájkot, amire 3-ig számolok. 1, 2, 3, most, ha megnyomtad, akkor gratulálok, te is danista vagy, és a barátom, köszi, sziasztok! Nem történt semmi, esküszöm, hát nagymama leszek. Igen, igen, nagymama leszel, jajaja, igen, jó minden, király, oké, okay, királyság, remélem, hogy minden királyság. Miért? Most nem tudom, mi van ilyen fiatalon. Ja, persze. Igen, ez komoly. Ja, haha. Igen, tuti vicceltek. Nem, ne, itt a teszt, itt a teszt. Nézd meg magad. Itt van a teszt. Itt van a teszt. Hát oda van rajta a kettő csík. Az azt jelenti, azt hiszem. Nem tudom, nem értek hozzá. Ja, kettő csík van rajta. Jézus. Igen, Dani, igen, mondjad, mi a baj, mondjad, hát figyelj, gondoltam, hogy közlöm veled a jó hírt, és negyed annyi gépezés, mi? De nem szabályozhatsz, már elmúltam 18, azért na, azért már ne, nem már, külön élek, meg minden, azért nem szabályozz már be meg ilyenek, de a gyerekkel kell foglalkozni, ja, hát igen, hát persze, ja, hát figyelj, ja, tényleg, hát ja, erre szükségetek lesz, LOL, what, a kocsidára, mi van? Tessék? Mi? Milyen kocsi mára vagy? Miről van szó? Vagy mi az? Ezt most nem értem, eladtad? Mi van? Mi? Eladtad a kocsimat? Eladtad a kocsimat? Kell a babára a pénz. És eladtad a kocsimat? Ilyen gyorsan? Most az komoly? De már! Most ez komoly? Na jó, ez biztos, hogy nem komolyan. Hát épp ez az, hogy mi? Miért adtad el a kocsimat? Én hogy adtad el? Nem is adtam rá engedélyt. Hát de gondos nagyszülő akartam lenni. Na jó, ki kell mennem egy kicsit a levegőre. Hú, most ez komoly. Most ez komoly. Eladta a kocsimat? Eladtad a kocsimat? Nem már, lesz baba. Anya, én csak prankeltem. Én csak vicceltem. Nincs is baba, ez csak egy kamu izé. Ez kamu ilyen cucc terhesség izé. Te meg komolyan eladtad a kocsimat? Ez vicc? Most komoly? Igen! Igen, én végig vicceltem, és te eladtad a kocsimat! Mi? Tudod mit? Mit? Mondjad mit? Mondjad mit, köves! Ha jó van, oké, kövessük! Én kiégek teljesen, és srácok, eladta a kocsimat! Csak úgy, a megkérdezésem nélkül! Ez mennyire izé már... ott a kocsim. Aha, tehát ott a kocsim, értem. Tehát nem adtad el, tehát... Aha, értem, tehát te is átvertél engem. Tehát te... Prank! Ez egy prank! Vagy mi? Ez jó volt! Ez jó volt, prank! Jaj, de... Jaj, na jó! Nem hiszem el! Jó, köszi a pénzt amúgy! Köszi a pénzt! Jaj, Istenem! Ez jó volt! Jó, ez jó volt! Adod vissza! Nem! Gyors! Gyors! Gyors, falasz be! Falasz be! Jaj, de! Jó! Oké, akkor visszaadom! Ne! Jó, oké, visszaadom! Visszaadom, várjál! Itt van, nyugalom! Jó van, oké, ez jó volt! Srácok, jó van, visszajöttünk prankelve azért, legalább jó van azért, csak nem úgy megy az, hogy mi úgy akárkit megprankelünk, vissza kell prankelni természetesen. Ó, Istenem, jó azért ez vicces volt, így szórakozz anyától. Jó van, oké, anya, ezt megjegyeztem. Srácok, nektek pedig köszönöm szépen, hogy tudtuk valami ember a videóban. Ha tetszett, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, én nagyon-nagyon sírtam egész videó alatt, szóval nagyon remélem, hogy nektek is tetszett.
nagyon megijedtem. Hát nem tudom, igen, mondjuk én is, na mindegy. Főleg amikor anya azt mondta, hogy egyből ide tart hozzánk, meg ilyenek. Szóval ja, na mindegy, köszönjük, hogy jutottok, hogy tetszett, úgy akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, meg ilyenek, szóval ja. Találkozunk legközelebb, én Dani voltam. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!